Krisztusban, kedves testvéreim, kedves gyerekek, és szeretettel köszöntöm a otthonukból jelenlévőket, akik lehet, hogy éppen beteg ágyon fekszenek, és kérdezném tőletek, ti voltatok már betegek? Volt, aki még soha nem volt beteg? Azt hiszem, ilyen nem nagyon akadt köztünk. És mit csináltatok ilyenkor, amikor betegek voltatok? Leültetek sarokba, senkinek nem szóltatok, és vártatok, hogy meggyógyultok? Nem ezt csináltátok? Nem oda mentetek anyuhoz, anyu, nem érzem jól magam, vagy apuhoz, ha éppen ő volt a közelben, és elmondtátok, hogy mi a bajotok. És már azzal, hogy elmondtad, szinte könnyebb lett a szívednek. Vagy ha anyu nem tudott segíteni, akkor felhívta a doktornénit, vagy elvitt a doktornénihez, vagy doktorbácsihoz. És ott is ugye nem hallgattál némán, hanem elmondtad, hogy itt fáj, ott fáj, köhögök, folyik az orrom, stb. És így tud rajtad segíteni a másik. Jézusnak is szóltak más érdekében, megfogta a kezét, fölsegítette, meggyógyította. Úgymond egy szavába se került, nem hallgatik el párbeszéd, de talán nem is ez a fontos. És mégis Jézusra nem úgy tekintünk, mint orvosra. Mert ő azt mondta, hogy nekem az a feladatom, hogy hirdessem Isten országának az örömhírét, az evangéliumot. Erről az evangéliumról, erről az örömhírről Pál apostol egy nagyon személyes vallomást tett a korintusoknak írt levelében, hogy kényszerű kötelességem. Jaj nekem, ha nem hirdetem. Ennyire nehéz lenne ez az ige hirdetés, ennyire nehéz lenne ezt az örömhírt továbbadni Pálnak, aki népek apostolaként ismerünk. Ennyire emberien, és őszintén lemeri írni levelében, hogy neki is mennyire nehéz volt sokszor ennek az örömhírnek az átadása. És az olvasmányban pedig már jó betegségében panaszkodik. Engem milyen megérintett ez az őszinte, emberi hang nem a Bibliában. Küzdelem az életem, napszámosként tengetem napjaimat, nincs semmi örömöm az életemben. Csalódással telnek napjaim, hónapjaim. Mintha csak rólunk beszélne Jób. Mintha őt is bezárták volna hónapokra a Covid miatt, ami miatt mi is lassan már egy éve szenvedünk, és nem tudjuk, mikor lesz vége. És kinek panaszkodik Jób? Istennek. Igen, mert teljesen reménytelen az élete. Nem lát kiutat maga előtt. Mondhatni így könnyít az életén, a lelkén, hogy kijönti Isten elé. Biztosan jártatok ti is már úgy, hogy kicsit sokat ettetek abból a finom süteményből, vagy a születésnapi tortából, és fájt a vasatok. Nagyon fájt. Nem tudtatok magatokkal, görcsöltetek minden. És akkor mi a megoldás? Bizony, ki kell hányni azt, ami bennünk van. Néhányan már észrevették. Ezért van itt ez a lavor, hogy merjük kiadni magunkból bátran, amire nincs szükség oda bent. Ne kínlódjunk, ne szenvedjünk. Isten meghallgat minket úgy, mint Jóbot. Valahogy így van a lelkünk is. Nyomaszt a félelem, sok bizonytalanság, amikor nem látjuk a holnapot, nem látjuk, mikor lesz vége a Covidnak, mikor focizhatunk vagy kosarazhatunk egy jót este a barátokkal. És milyen reményvesztett Jóbnak az élete is. Így fogalmaz, életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot. Lehetünk ennél reménytelenebbek? És ez benne van a Szentírásban. Hányan és hányan átélitek naponta ezt az érzést, amikor úgy érzed, hogy Isten nem hallja meg, amit mondasz, amikor úgy érzed, hogy Isten nincs veled. Kiálts bátran Jobbal, add ki, ami benned van, okád ki magadból, ami megfeszi a gyomrod, a szíved, a lelked, és Isten válaszolni fog, mert meghallgatja az elesettek kiáltását, de a sóhajodat is. Egy fontos dolgot tartsunk szem előtt, hogy amikor kiadjuk magunkból, akkor ne a másikra zúdítsuk, ne a másikat bántsuk, hanem álljunk Isten elé, és ha a lavorba sikerül, akkor jó, ha a szőnyegre megy, anyu akkor se ver el. Jó, nehéz kitakarítani a szőnyeget, de örül, hogy végre kijött belőled, hogy végre túl vagy rajta. Megkönnyebbültél. És Isten meghallgatja
a jajszavunkat, letörli a könnyeinket, megkönnyebbülünk, fellélegezhetünk. És ezért szeretem a Szentírásunkat is, hogy meri nevén nevezni a dolgokat. Nem rózsaszín mindig az élet, úgy, mint sokszor a filmek mutatják. Van fájdalom, van betegség, sokszor nem sikerülnek a dolgok, sőt, valamikor semmi sem sikerül. És Isten ebben a helyzetekben is ott van velem, ott van mellettem, de sokszor nem érzem, nem tudom érezni. Sok szenvedés van az egyházunkban, magunk körül is láthatjuk ezeket nap mint nap. És ahogy Jézus ott volt a betegek mellett, ugye az egyház is igyekszik ott lenni mellettetek, amikor szenvedtek, amikor fáj valami. A héten ünnepeltük Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepét, gyertákat szenteltünk, most is hozhatok néhányan, mise végén lesz még lehetőség rá, illetve a Balázs áldás is lesz a Szent Mise végén, mivel Szent Balázs püspök emléknapja is volt, és mind a kettőhöz kapcsolódik a gyertya szimbólum, ezért hoztam el a másikat nektek, majd ezt fogja a papbácsi most a járvány miatt csak az oltártól lesz egyetlen áldás, de ezt mindenki haza tudja vinni. Ugyanolyan nagy, mintha egyesével kapnátok. És ehhez kapcsolódóan szeretnék a gyerekekhez még közvetlenül szólni a fénnyel kapcsolatban. Mit is jelent számukra ez a fény? Mit jelent ez a gyertya? Sokszor beszéltem már róla nektek, itt van az oltáron mindig. Egy kedves történetet, mondhatni egy mesét hoztam ide most nektek. Talán a felnőttek is örömmel is szívesen hallgatják. Egy nagyon-nagyon messzi országról szól ez a történet, ahol élt egy bölcs uralkodó, egy idős király, aki már érezte, hogy életének napjai vége felé közelednek, és szerette volna az országát biztos kezekben tudni, ezért magához hívta a három fiát, de mindegyiket egyformán szerette, nem tudta igazán eldönteni, hogy kinek adja az országát, felosztani nem akarta, ezért úgy határozott, és így mondta, ezt mesélte nekik, hogy fiaim, mindháromatokat egyformán szeretlek, ezért próba elé állítalak titeket. Ez majd segít nekem eldönteni, hogy melyikötök kormányozza az országomat. A próbatétel pedig az lesz, hogy itt van nagy váltermem, és hajnaltól, napkeltétől, éjfélig töltsétek meg valamivel. Teljesen mindegy, mivel rátok van bízva. Elsőként elsőszülött fiam, te leszel az első próbálkozó, holnap kezdheted a próbát. A fiú gondolkodott egy picit, mondta, itt a környéken sok homok van, homokkal fogom megtölteni a váltermet. Föl is keltek, 100 szolga segített neki, talicskázták, lapátolták, egész álló nap, még enni se álltak meg, pihenni se álltak meg, folyta veríték róluk a tűző napsütésben, eljött az éjfél, és félig sem töltötték meg a váltermet. Kitakarították másnap, harmadnap jön a középső királyfi, gondolkodik, mit csináljon. Hát most volt aratás ideje, rengeteg a szalma a réten, mezőn, én szalmával fogom megtölteni a váltermet. Úgy is lett, hajnalban kelnek, 100 szolga segít, sürögnek, forognak, vasvillázzák a sok szalmát, jön az éjfél, kétharmadáig sincs tele a válterem. Kitakarítják következő nap, és jön a legkisebb királyfi. Hajnal hasadtakor bemegy a válterembe, leül a fényes parkettára, a terem közepére is, nem csinál semmit. Jönnek a bátyai, nézik, kérdezik, hát hogy fogod így teljesíteni a feladatodat? Mosolyog, nem mond semmit, múlik az idő, peregnek a percek, eljön az éjfél. Jön a király, hogy lássa, hogy haladt a legkisebb királyfi. És erre a kis királyfi benyúl a zsebébe, előhúz egy gyertyát, és meggyújtja a koromsötét bálterem közepén, és a mennyezettől a padlóig megtelik fénnyel, melegséggel a bálterem. A legtávolabbi zugba is pillanatokat eljött a fény, és így szól a király. Fiam, látom, nem csak okos vagy,
hanem a szíved tele van szeretettel, alázattal és bölcsességgel. Kívánom, hogy királyságod alatt ez a fény vezéreljen az uralkodásban. És a legkisebb fiú igazán méltó és nemes királya lett a országnak. Eddig a történet, és a mai vasárnapra visszatekintve láthatjuk, hogy a Biblia alapjain helyt kap a panasz, helyt kap a fájdalom, Isten elé lehet állni. El lehet mondani neki, mert ő szívesen meghallgat minket, és Isten a legnehezebb helyzetekben is ott van mellettünk. Rábízhatjuk magunkat, ő képes megválaszolni minden kérdésünket, és ő tud bevilágítani igazából lelkünk sötétségébe, szívünk mélységeibe, az ő fényével, melegével. Kívánom nektek, hogy a Jóisten adjon ilyen látó, halló szívet, lelket erre a hétre, hogy észrevegyétek, mivel vagytok tele. Homokkal, szalmával, vagy fénnyel. Amen.